Szevasztok, Adorján vagyok, a Szelegitár showroomból jelentkezek, és egy kis gitártörténelmi csemegét hoztam nektek. Tudtátok, hogy bezárt a Fender gyár? Ja nem most, 1994-ben. A történet valahol ott kezdődött, hogy ugye Leo Fender 65-ben eladta a Fender gyárat és a Fender márkát a CBS-nek, és a 70-es évek végére a japán termelők és japán gyártók nagyon erős konkurenciát kezdtek jelenteni a Fender számára, és hát tegyük hozzá, minden információ arra utal, hogy a Fender gyár minősége, az amerikai Fender gyár minősége is kezdett romlani a 70-es évek végén. Így körülbelül 80-as évek elején jelent meg egy új menedzsment a Fendernél, amit Bill Schulz és Dan Smith urak neve fémjelez, és ők hozták el a Fender számára a megújulást. 82-ben mutatták be ugye az American Vintage Reissue szériát, a 52-es Telecastert, az 57-es Stratót, a 62-es Stratót, meg a 62-es Jazz Bass-t. És ez a menedzsment, az új menedzsment odaállt a CBS elé, és azt mondta, hogy mi szeretnénk ezt a céget visszavásárolni, hogy újra olyan emberek kezébe kerüljön, akik szívvel, lélekkel szeretik a gitárokat, és szeretnék a Fender márkát újra nagyjá tenni. Az üzlet megköttetett, ugyanakkor a CBS nem adta el a Fullertoni gyárat, ahol a Fender gitárok 1954, 52 óta, 51 óta, 50 óta létrejöttek. Ezért az új menedzsmentnek új gyárat kellett keresnie. Ez a hely Corona, nem messze a Fullertoni gyártól, szintén Kaliforniában. És ugye 84-ben gyártották az utolsó gitárokat a Fullertoni gyárban, és valamikor 85 nyarán kezdtek el gyártani gitárokat Coronában, így közel egy évnyig nem volt amerikai Fender gyártás. De ma már van, és ez a példány is az elsők egyike, ami a koronai gyárban készült, 1989-es Fender Stratocaster Plus. Hát ennyit a Fender gyár történelméről. Szevasztok!